Szeretettel köszöntük mindenkit a következő Petőfi óránkon. Az előző órán megnéztük Petőfinek a különféle költői korszakait, és most pedig egy kis gyakorlással kezdenénk és indítanánk, amelyik azokhoz a Petőfi versekhez kapcsolódik, amelyeket vagy a korábbi órákon vettünk ismételve, vagy pedig az általános iskolai időszakban, tehát 5. és 8. osztály között. Ehhez lehetne használni a szöveggyűjteményt nyugodtan. Ugye a szöveggyűjteményben Petőfi elkezdődik ott úgy valahol a 195. oldaltáján, és aztán jó sokáig tart, tehát lehet benne lapozgatni, hogyha van esetleg valamilyen elképzelésed arról, hogy melyik verset szeretnéd megnézni, akkor föllapozhatod közben. Jó, és egy PPT-n lenne a feladatsorunk, amit azonnal megosztok. Ez lesz az. Sorba kellene rakni az alábbi ismert Petőfi versnek a sorait. Jó, tehát a füzetedbe vagy a papírra, amire jegyzetelsz, a helyes számsort kellene leírni. Hagynék egy kis időt rá természetesen. És akkor tovább is lépnék a második kérdésre. A második kérdésnek két válaszeleme is van, úgyhogy majd két pontot lehet rá kapni. Van itt négy kép, ami remélhetőleg felidéz egy Petőfi verset, és egy helynevet is lehetne kapcsolni ennek a versnek a keletkezéséhez. Tovább is haladnánk. A harmadik kérdésnél van itt egy rövid vers, ez így egy vers Petőfi középső korszakából. Ugyanolyan képek ugyanazt jelentik, két szóval kellene kiegészíteni ezt a verset. És utána meg kellene határozni, hogy mi lehet a műfaja egy olyan versnek, ami ugye rövid, tömör és csattanóval záródik és bölcselkedik. A következő kérdésben három Petőfi versrészletet fogsz hallani, de ez a három versrészlet, ez két versből van, tehát a három idézet közül kettő ugyanabból a tájleíró versből való. Ennek a versnek a címét kellene leírni, és természetesen annak az idézetnek a számát, hogy hányadiknak hallatszott, amelyik a kakukktojás volt, amelyik egy másik versből származott. Egy pillanatra ezt a vetítést most abba hagynánk, és ehhez egy kis filmet szeretnék megosztani, ami remélhetőleg ez lesz. Jó, és akkor itt látjuk majd ezt a feladatot. Mit nekem te zordon Kárpátoknak, fenyvesekkel vadregényes tájú? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az alföld tengersík vidékin, ott vagyok hon, ott az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával volt tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott már. Cserebogár, sárga cserebogár. Szép vagy alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem. Remélhetőleg hallható volt, és akkor folytatnánk a kérdéssort. Tehát bízom benne, hogy a képek segítettek abban, hogy ugye ahogyan sorban felhangzottak az idézetek, 1, 2, 3, ezek közül ki tud választani a kakukktojást. Akkor tovább lépnénk, és a következő kérdés egy kézirathoz és egy részlethez kapcsolódik. Aki azért lát, vagy nagy képernyőn nézi, annak nem lesz nehéz megválaszolni az első kérdést, hogy melyik Petőfi vers kézirata.
olvasható jobbra, lent pedig ugye a nyomtatott részlete látható, és ennek a versnek elég sok műfaja van, néhányat már mi is tanultunk közülük, később még foglalkozunk majd ezzel a verssel. Milyen műfajokat lehet hozzá kapcsolni? Egyet kellene ezek közül megadni. Mennénk tovább, a hatodik kérdés következik, itt egyetlen egy választ kellene adni, kihez szól az a Petőfi vers, amelynek itt olvasható a részlete. Megint egy kételemű kérdés, tehát két pontot lehet majd elkapni. Itt van két rokonítható romantikus versrészlet, és amikor az első versrészletet, pontosabban verset tanultuk, akkor hát elég sokat foglalkoztunk ezzel a második Petőfi verssel előre tekintve, úgyhogy remélhetőleg nem fog gondot okozni, hogy mindenki meg tudja határozni, hogy ki lehet a szerzője az első idézetnek, ami ugye a Gutenberg albumba című versnek az első fele, és már csak mellé kellene tenni a rá válaszoló, tényleg a részletével a Gutenberg albumbát megidéző Petőfi versnek a címét. Az utolsó előtti kérdés következik, itt nem is lesz az titok, rögtön átlépek, csak hát amíg itt valaki dolgozik, tehát nem is lesz az titok, hogy mi ez a vers, mert ez a befordultam a konyhába, itt éppen meg van zenésítve, mert hogy tudjuk, hogy ez egy népies dal, és ezt korról korra szívesen meg is zenésítik annyira zenei. Viszont több alműfajt is hozzá lehet kapcsolni a dalon belül. A dal alműfaja a bordal, a szerelemdal és a helyzetdal. Azt kellene kiválasztani, amelyik a Befordultam a konyhára című versnek nem alműfaja. Tehát ami nem igaz rá, kettő igaz lesz, és kellene a kakukktojás, ami nem. Itt csak a számot kellene följegyezned. És az utolsó kérdés szintén egyetlen számot kér. Két képet láthatsz, az egyik egy Petőfi mű címlapjáról származik, a másik pedig a megfilmesítéséből, amit mi is megnéztünk már. Mi a címe ennek a műnek? Ez a János vitéze, vagy az apostol, vagy a helységkalapácsa, vagy a hóhérkötele. Akkor nyugodtan, aki szeretne, kapcsol kamerát, aki nem szeretne, nem kapcsol kamerát, nézzük a helyes megoldásokat, jó? Mi volt a helyes számsor az első versnél, ami gondolom mindenki rájött, hogy egyébként a szabadság szerelem? Várom a jelentkezést, hogy tudjak szólítani. Ahó, van valaki a másik oldalon? Nagyon jó, köszönöm, Angelika. 4, 6, 1, 5, 2 és 3. Nagyon jó, köszönöm. Így van, tehát 4, 6, 1, 5, 2, 3, és így megkaptuk a Szabadság szerelem verset, a hibátlan sorra arra lehetett kapni egy pontot. Jó, nézzük, köszönöm szépen a második kérdésnek a megoldását. Mi volt a Petőfi versnek a címe? Alföld. Nagyon jó, köszönöm szépen, Alice, téged hallottalak, ugye? Az Alföld, de az majd egy későbbi versünk lesz, szerintem már a 4-eset mondtad, most még a 2-es kérdést kellene előbb megválaszolni, és az Alföldre visszatérünk, jó? Ahol látunk egy szobrot, egy sírt, igen, zsíros Alexandra? Szeptember végén. Igen, nagyon jó, és melyik helynév volt hozzá kapcsolható? Esetleg tudja-e valaki, hogy hol keletkezett ez a vers, hol volt Petőfi Nászúton? Koltó. Így van, Koltó, köszönöm szépen, így van, Koltó. Jó, egyébként az utolsó kép ott is készült. Jó, akkor egy pillanatra a megoldást megmutatnám. Pedig van, megtalálom, így van. Jó, tehát itt láthatjuk a teljes Szabadság szerelem verset, 4, 6, 1, 5, 2, 3. A szeptember végén volt a versezetünk, és Koltót lehetett hozzá kapcsolni, és ezt pedig akkor most itt szeretném diavetíteni is, ha sikerülne. Minden esetre lényeg az, hogy ugye itt látjuk ezt a vers kiegészítést, jó, a bánat egy nagy óceán, és az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire felhozom, össze is töröm. Jó, itt őszintén szólva nagyon kíváncsi lennék ilyen kézfeltartással, hogy hányan találtak rá mind a két szóra, az óceánra is, illetve a gyöngyre is. Ó, hát ez nagyon, nagyon megnyugtató. Remek, több mint az osztálynak az
mivel nem vagyunk itt minnyájan, több, mint az osztálynak a kétharmada. Köszönöm szépen, le lehet tenni a kezeket. Jó, így van. És ugye itt az óceán szó helyesírásában van egy kis eltérés, ugye az időmérték miatt először rövid, majd pedig hosszú óval íródik. Jó, nézzük akkor a versekhez kapcsolódó megoldást. Alisztól már hallottuk, hogy az Alföld volt a negyedik kérdésre a megoldás, és a fontos meghatározni való, hogy melyik volt az az idézet 1-2-3, amelyik nem az Alföldből volt. Igen, Laura? A második, mert ez a szülőföldemből volt. Pontosan, nagyon jó, tehát ez az itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon, ezt már 48-ban írt a Petőfi, ez a Szülőföldemen című vers, ezt egyébként Básti Lajos szavalta ezt a részletet, és a Mit nekem te Zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája Latinovics Zoltántól, illetve a Szép vagy Alföld legalább nekem szép Besenyei Ferenctől, ezek pedig az Alföldből származtak, ez még egy reformkori tájleíró vers. Jó, és akkor el lehetett jutni oda, hogy láttuk a kéziratát a minek. Láttuk a kéziratát a... Kinek van meg ez a vers? Igen, Alíz? A Nemzeti Dalnak. Tökéletes. Így van, egy ötlet a műfajra. Igen, mondhatod? Mondhatod? Hát... Például a műfaj meghatározó címünk Indulom. Van, akkor... Lehet egy induló is, lehet egy buzító induló is, így van, vagy lehet egyszerűen dal. Ugye csatadalnak azért nem neveznénk, de van egy ilyen műfaj, tehát ez a harci induló tökéletes. Aztán ugye nemzeti imádságnak is szokták nevezni, és ha már nemzeti imádság, akkor beszokott jönni még a képbe a himnusznak és a szózatnak a műfaja is, úgyhogy így még két ötletet be tudunk dobni. Nyilván a himnusznak mi lehet a műfaja? Himnusz? Aha, és a szózatnak, amit a szózat jelent? Óda. Óda, így van. Tehát ezek mind lehetnek a nemzeti dalnak a műfajai. Jó, de az is elég volt, hogy dal, vagy induló, meg az, hogy nemzeti dal a címe. Kihez szólt a költőbarátnak a verse? Jó, aki tudja, mondhatja. Zsombor. Arany Jánoshoz. Így van, köszönöm, így van, Arany Jánoshoz szólt. Nagyon jó, és akkor, hogyha ugye Arany János költészetével rokonítható Petőfi költészete, akkor nyilván egy költő elődével is, aki támogatta is Petőfit, ő írta a Gutenberg albumbát, és lehetne mondani a nevét, meg hogy mi a ráfelelő Petőfi versnek a címe. Közben nézem, mert jó, Laura? Vörös Marti Mihály írta a Gutenberg albumbát. Uh-huh. És Petőfi a 19. század költőit írta rá. Így van, a 19. század költő, ez ugye XIX, tehát római számmal kéne írni, jó, de véletlenül, ahogy fölfirkantottad, arab számmal sikerült, arra is lehet pontot kapni. Jó, és akkor már csak az a kérdés van hátra, hogy melyik alműfajt nem tudjuk hozzátenni a Befordultam a konyhára című dalhoz. Bordal, szerelemdal, helyzetdal. Klasszikusan úgy tanultuk, mint a helyzetdalra példát, ezt elárultam, tehát akkor tuti helyzetdal. Szerelemdal vagy bordal? Ami rossz. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna. Miről nincs ebben szó? Bordal. Így van, tehát ez nem bordal, mondjuk az én torkom álomalom, hogyha emlékszel a Helységkalapács a filmből, ahol ugye bordalokat, Petőfi bordalokat énekelnek, na az egy bordal, jó, vagy az első megjelent verse Petőfinek a Borozó, ez helyzetdal, és ugye mivel szerelemről van benne szó, hát szerelemdalnak is szokták mondani, bár a szerelemdalnak egy kicsit líraibbnak kellene lennie. Jó, tehát akkor a bordalt kellett kihúzni, hogy az nem volt jó, az az egyes számú volt. És végül a két kép, ugye itt már tulajdonképpen el is árultam, hogy a Helység kalapácsa című film segíthetett benne, hogy a Helység kalapácsát idézte. Jó, szeretném megkérdezni, hogy akkor összesen 15 pontot lehetett szerezni. Számold össze, ki az, akinek majd 15, meg majd kérdezem, hogy milyen pontjai lesznek, és közben itt a kérdéssort, ugye itt az óceánnál hagytuk abba.
Ugye a nemzeti dal, és itt vannak a műfajok, Arany János volt a megoldás, Vörös Marti és a 19. század költői, a Bordal volt a rossz, ami az egyes, és a Helység kalapácsa volt a jó, ami a hármas. Kinek lett 15 pontja? És kinek lett 14 pontja? Aha. Igen. Eddig látom Zsombor kezét, Angelikájét, Alexandrájét, Dóci Laurájét, Székely Kristófét, és mondtam mindenkit? Jó, akkor nekik van 15-14. Jó, nekik majd szeretnék adni 2 aláírást, majd ezt beírjuk a jövő héten, és akkor 13-tól 10-ig kinek sikerült. Jó, itt Ivancerk Laura kezét látom, Alizét, Eszterét, Zorkájét, Ádámét, Péterét, Jonájét, Szonyájét, Petrájét, Nimródét, Királyét, Martosi Lucájét, Elizájét, Mátéjét, Gáborét és Burányi Lauráét. Jó, ez pedig egy aláírás, szintén jövő héten majd beírjuk, és nagyon jól sikerült. Köszönöm szépen, majdnem mindenkinek sikerült aláírást szereznie. Leginkább a hiányzóknak nem, tehát ők sajnos most nem tudnak itt lenni. A következőkben a vers, amit egy kicsit részletesebben is tanulmányozni fogunk, az az egy gondolatbánt engemet, amit már vettünk tulajdonképpen a múlt idők során is, az általános iskolai időszakban, de most egy kicsit másképpen vennénk, és meghallgatnánk először. Ha minden igaz, akkor a YouTube-ról szeretnék megosztani egy felvételt. Pillanat. Jó. A szöveggyűjteményben a 212. oldalon található. Egy gondolat bánt engemet. Kik érted haltak. Szent világszabadság. Miközben a 212. oldalt használod, szeretném, hogyha illusztrációt keresnénk ehhez a vershez. Ehhez készítettem egy Forms-tesztet, ahol be tudod küldeni a megoldásodat. Egy pillanat, és már is a Teams-nek az üzenet folyamában ezt osztom. És ha sikerült osztanom, remélhetőleg. Jó. Postázva. Jó, akkor innentől számítva 3 perc lenne, hogy leadd a szavazatodat. Nyugodtan szavaz, csak közben ugyanazt lehet látni nagyobban a PPT-n, hogyha valaki szeretné megnézni nagyobb méretben a festményeket. Akkor meg is mutatnám a válaszokat. Lássuk. Itt van. Megszavaztátok, hogy 14-en a Kaspar David Friedrich festményt tennétek mellé, ahol talán ez a fa kicsit elvontabb romantikus képzeteket mutatott, mint a többi kicsit talán direkt kép. Ugyanannyi szavazat érkezett Delacroix-nak a Szabadság vezeti a népet című képére, aztán John Trumbullnek a Warren tábornok halála a Bunkers Hillnél című képére, ezt azért tettem ide, talán megfigyelted, ugye ez az amerikai függetlenségi háború, de részben vörös zászlókkal vonulnak föl, ugyanúgy, mint Petőfi versében is, ugye a Szabadság jelképe a vörös. Aztán ugye Petőfinek volt itt egy arcképe, és csak egyel kevesebb egy ember szavazott Madarász Viktornak erre az allegorikus Petőfi képére, a Feltámadás címűre, és 5-en pedig a Turner Hóvihar című festményére gondoltak volna. Ezt azért tartom nagyon érdekesnek, mert izgalmas látni, hogy sokan úgy gondoljátok, hogy igazából az elvontabb képek többet mondanak. Ugye talán a modern tankönyv szerkesztők is így gondolják, tehát hogyha nem annyira direkt, konkrétan a témához kapcsolódó a kép, hanem egy picit segít abban, hogy megmozduljon a fantáziánk a szöveggel együtt, akkor lehet, hogy a tágabb értelmezést lehetővé tevő képek azok jobbak, akár egy tankönyvbe, akár egy szöveggyűjteménybe.
Köszönöm szépen mindenkinek a szavazást, és akkor az egy gondolatbánt engemettel foglalkoznánk a továbbiakban. Mégpedig kérdezném, hogy ki mit gondol erről a versről, hány részre lehetne felosztani? A 212. oldalon ugye ott lehet előtted, de az is elég, hogyha egy számot mondasz, és körülbelül, hogy mi alapján gondolkoztál így. Rossz megoldás biztos nincs, mert pusztán az irodalomtörténészek négyféle felosztást megírtak már, tehát kinek van ötlete? Én például kettő részre is tudnám osztani. Az első része alá mondja, hogy mi az, amit nem szeretne, hogy megtörténjen vele, és a második részben elmondja, hogy milyen halál szeretne inkább. Így van. Nagyon jó. Tehát akkor valószínűleg ugye ott lenne a váltás, hogy eget földet vázó mennydörgés dönt le, első szakasz, és akkor utána jönne a második onnantól? Igen. Aha, nagyon jó, tökéletes. Mivel itt látunk egy írásjelet? Ha háromba szeretném felosztani, akkor hol tudnék még egy harmadik részt elkülöníteni? Ugyanígy, ugyanezt az írásjelet használta Petőfi. Kinek van ötlete? És ott hagyjanak engem összetiporva? Így van, nagyon jó. Tehát Angelikának is teljesen igaza van, hogy legyen két rész. Ugye az eleje szól ezekkel a romantikus természet metaforákkal, arról, hogy milyen halálok is állhatnak az ember előtt, és a második nagy rész pedig szól arról, hogy én, a lírai én milyen halált szeretnék. De Alexandernek teljesen igaza van, hogy van egy váltás ebben a második képben, hangulatilag is változik a vers, és ugye ott ugyanúgy látunk egy ilyen gondolatjelet a sornak a végén, ami mint hogyha felosztaná három felé ezt a verset. Most én azt erőltetem, hogy négy részünk lesz, hol tudnánk ketté osztani a második egységünket, tehát most ugye kettőből szétszedtük háromba, és a ha majd minden rabszolga nép kezdetű mondatot, ami ugye odáig tart, hogy összetiporva, hol tudnánk esetleg még gondolatmenetileg két felé osztani? Kinek van ötlete? Van ez a végső ütközet, ez 100%-os, és hol kezd el kifejezetten a saját sorsáról beszélni ez a lírai én? Ott tessem el én a harcmezőjén? Nagyon jó, pontosan. Milyen írásjel az, ami mutatja, hogy itt most valahonnan, valahova visz bennünket ez a körmondat? Pont ott van előtte, egy írásjel. Kettős pont. Itt van a kettős pont, ugye egyfajta egyenlőségjel. Jó, tehát ugye először van a ha rész, ezek különféle feltételeknek a felsorolásai, egyébként láttunk ilyet ugye a Gutenberg albumbánál, meg a 19. század költőnél, hogy ha majd, akkor, de ez itt azért érdekes, mert nem csak egy filozófiai gondolatmenet ilyen ha majd, akkor szerkezettel, hanem ha majd minden rabszolga nép jármát megunva síkra lép, és elharsogják azt a jelszót, hogy világszabadság, és eljön a végső ütközet a zsarnoksággal, akkor, és akkor jön az a szituáció, az a helyzet, az a jelenet, amit a lírai ilyen saját magának megrajzol és megformál. Jó, ezt a gondolatmenetet még lehetne folytatni, öt részre is föl lehet osztani ezt a verset, és ezt csinálta az egyik tankönyv, aminek az interaktív feladatát szeretném most oldani, és kérek szépen segítséget, nyugodtan bemondásos alapon, tehát ők ezt az öt dolgot különítették el, melyikkel kezdjük? Mi következik először ebben a versben? Rögtön lehet mondani a számot. A negyedik. Nagyon jó, a negyedik, a dicstelen halál gondolata és ennek szemléltetése. Mivel folytassam? Melyikkel folytassam? A harmadikkal. Harmadik, nagyon jó. Így van, a dicső halál képe jellegzetesen romantikus, monumentális képben megfestve. Ezután következik a melyik? Mondjuk itt sokat pakolnom nem kell. És köszönöm egyébként. Aha, igen. Hármas, igaz? Csak sajnos pont belebeszélt a hatásban. Nagyon jó, köszönöm. Hármas, így van. Profétai vízió a világforradalomról, mely lehetőséget kínál a dicső halálra. És akkor jól van ez sorrendben.
Mondhatod, Benni, nyugodtan. Vagy Eszter? Jól van ez sorban? Szerintem meg kéne cserélni. Aha, így van. Hősi halállátomás, a végtisztesség, a temetés leírása. Gratulálunk magunknak, és a megosztást törlöd. Így van, tehát lehetett látni, hogy 2, 3, 4, 5, de a gondolatmenet mindig ugyanaz, csak az a kérdés, hogy mennyire szeretnénk elaprózni, átváltoztatni, átfordítani ezeket a dolgokat. És most én is szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani egy vetítést, ami a képeinket már tisztáztuk. Ezt a szerkezeti vázlatot tartalmazna, ezt ugye a szokott módon majd meg fogod kapni. Tehát egy nagyon lassú indításunk van, jönnek a felkiáltások, ágyban párnák közt halni meg, ne éj halált adj Istenem, ne éj halált adj én nekem. Többször nekilendül a vers, és ezek a párhuzamos szerkezetek nagyon erős retorikus struktúrát alakítanak ki az egész versre nézve. Ennek ugye a műfajnál is lehet szerepe. Itt a céltalan halálról, a passzív halál lehetőségéről olvashatunk, és jönnek azok a romantikus halálképek, amikhez ugye mindenki ki is választotta, a többség kiválasztotta a Caspar David Friedrich festményt. Aztán jön egy hosszú körmondat, ami azt az egész dupla részt magába foglalja, amit először ti is egy résznek határoztatok meg. Először vannak a ha feltételek, a versben fokozás jelentkezik, kimondatik a kulcs szó, a világszabadság. Itt érdemes figyelni megint a Gutenberg albumára, ahol Vörös Martinak volt egy ilyen fokozásos szerkezettel végül kimondott kulcs szava, az igazság. Ugye ennek a helyébe állítja Petőfi a világszabadságot. Aztán jön a körmondat második része, ezekkel az ott kezdetekkel, egy monumentális kép a végső csatáról, és itt jelenik meg a cselekvő hősi halál képe, most már nem egyszerűen, mint romantikus metafora, hanem a konkrét cselekvő hősi halál képe, és az ott mindig nyomatékosít. A harmadik ottnál pedig véget ér ez a nagy romantikus vízió, egy látomásos temetkezési képpel, és aztán megint megismétlődik a kulcs szó, a világszabadság. Érdemes megfigyelni, hogy mennyi látvány és akusztikus hatás van a vers második felében, ugye például ez a rész, hogy hadd nyelj el azt az acéli zörej, a trombita hangja az ágyudörej, és holttestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra. Hegedűs D. Géza sem így szavalta, de azért fontos hallanunk, hogy nem véletlen az, hogy ez a kivívott diadalnak van írva, mert hogy szinte vágtázik velünk a ló. Ugye a vers időmértékes, jambikus, például egy gondolat bánt engemet, és innen gyorsul fel anapestusokká. És a végén ugye az egész időmértékes verselés felgyorsítja a versnek a tempóját, és egy olyan hanghatást idéz fel a versszövegben, ami kiegészíti a csataképnek ugye a haldokló végszavával, az acéli zörejjel, az ágyudörejjel, a paripák lihegésével, fújásával kapcsolatos teljes akusztikus hatását, és így látni is fogjuk azt, amit hallunk remélhetőleg. Ugye intertextusokként nagyon sok olyan verset meg lehet említeni, amit már tanultunk, és amit még nem tanultunk, például a 19. század költőit, vagy a Szabadságszerelem című verset, vagy az Ítéletet, ami majd később fogunk venni, ez kifejezetten apokaliptikus vers, egy óriási végső csatáról, ugyanis gyakran fölmerül ezzel a verssel kapcsolatban, hogy ez egy látomásos vers, egy vízió, hogy ebben is van-e apokalipszis, vagy ez a diadalmas kép egy kicsit azért más, csak egyszerűen egy forradalmi látomás, ezen majd vitatkozhatunk, illetve még általános iskola időszakban olvastuk a levél Váradi Antalhoz, amiben először fogalmazta meg Petőfi azt, hogy talán ez lesz a jövő, talán majd valamilyen látomásba fut bele a jövő, és itt szerepelt már egy ilyen gondolat, már vízözön volt, most egy vérözön kell, hogy megtisztuljon a világ a szennytől. Vagy ugye ide kapcsolhatjuk természetesen a Szabadság szerelem című verset is, amit ugye nem véletlenül tettem a gyakorlásnak az elejére, és gyakran meg szokták említeni a Sors nyis nekem tért című kicsit korábbi verset is, aminek hát már a címében, a kezdő sorában is benne van az, hogy egy új szerep és egy új költészet, a forradalmi látomás költészet következik. Ugye ez itt a cselekvő hazafisság költészetével rokonítható. És ugye ez egy rapszódia, ezt mindenképpen meg kell jegyeznünk, egy rapszódia, amely az ódához hasonló lírai műfaj, szaklatott, hangulatában, gondolataiban is hullámzik, a vers változik a ritmusa, a rímelése,
Ettől kötetlen a szerkezet, de ugye ez nem szabad vers, nagyon-nagyon tudatos, retorikus versépítés, témában is, meg tempóban is, és természetesen ódai emelkedett a hangneme. Ettől lesz többek közt romantikus, vagy a romantikus körmondattól, a fokozástól, a nagy ellentétektől, és a romantikus metaforáktól, amihez ugye a képet is kerestük. Tehát elmondható, hogy itt egy igazi válteszköltői szerepben mutatkozik meg Petőfi. Következő feladatunk pedig az lenne, hogy néhány idézetről mindenki mondja még el zárásképpen a véleményét. Ez természetesen megint egy Forms feladatlappal fogjuk megcsinálni, úgyhogy pillanat is azonnal megosztom ennek is a linkjét. Pillanat. Igen. Jó, úgy látszik, ezt most nem rövidítette le, de azt gondolom, így is rá lehet kattintani. Jó, tehát három idézetet fogsz majd olvasni a szavazólapon, és el kellene dönteni, hogy melyik az, amivel leginkább egyetértesz. Jó, erre csak 2 perc van, mert az előbb sem kellett nektek 3 perc, és ugye rögtön zárjuk is az órát. Köszönöm szépen. Egy pillanatra megosztanám még itt velünk ezt a 3 gondolatot. Ugye a Horváth János egy irodalomtörténész, viszonylag régebben élt, Szegedi Maszák viszont azt lehet mondani, Szegedi Maszák mi egy kortárs irodalomtörténész, és szerepelt itt egy olyan idézet is, amelyik pedig a jelenleg az interneten fellévő nkp.hu-s irodalomkönyvből származik, ami nagyon érdekes, hogy a szavazataitok alapján 5 értettek egyet azzal, hogy nagyon fontos, hogy itt a piros zászlók, a munkásmozgalom zászlói jelennek meg, mert hogy ugye Petőfi modernségét mutatja, hogy a korabeli magyar munkásosztály elmaradottságát is hát felvetette. Valóban igaz az, hogy Petőfinek rendkívül ritka a szociális érzékenysége, ez teljes mértékben így van. Ugyanakkor hát a magyar munkásosztály, mint olyan, nem nagyon létezik még 1846-ban, tehát mindenképpen a piros zászlóknál ez az értelmezés, hiába, hogy jelenleg is ugye a mostani tankönyvben szerepel, és sokkal inkább a pirosnak az eredeti, ugye a vérrel, a diadalmas, szenvedélyes, gyönyörű, mártír halállal kapcsolatos értelmezési lehetőségeit ragadja meg. Tehát sokkal inkább a világszabadság színe a vörös, a szabadság színe a csatája, harci kockázat vállalásé. Nem igazán sajátította még ki ekkor a munkásmozgalom ezt a piros színt. A másik, 10 szavaztak Szegedi Maszák Mihálynak a gondolatára, tehát arra, ami nagyon érdekes, ugye itt a szerkezetet mutatja be, hogy milyen izgalmas, hogy Petőfi a kötetének a végére helyezte el ezt a verset, és ugye egy armageddoni csata, szabadságháborús látomás és a nemzeti temetés, tiszteletadás ünnepélyes kódája jellemzi. És 11 szavaztak arra, hogy egyfajta égő csipkebokor ez a vers, tehát le kell előtte oldani a saruinkat, mert hogy annyira különleges és izgalmas, szinte, mint ugye amikor a Bibliában Mózesnek megjelent Isten, tehát legalább ennyire lehet tisztelni, és lehet nagy tiszteletben tartani. Itt most látjátok egy pillanatra a szavazataitokat, tehát a legtöbben erre szavaztak, 11 Horváth János gondolatára. Én a magam részéről egyébként az 1. és 3. gondolattal értek egyet, de mivel tankönyvben szerepel, nyilván a középsőnek is van létjogosultsága. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát. A következő órán tovább haladunk, és Petőfinek vesszük még majd más látomásos verseit is, lesz majd mód összehasonlítani ennek a bizonyos forradalmi költő vagy válteszköltő szerepnek egyéb más ars poétikáit is ezzel a verssel, és köszönöm szépen, hogy dolgoztatok, hozzászóltatok, és itt voltatok, és további szép napot kívánok!